Utazási katalógus nézeget ez az érdeklődő az egyik nyíregyházi irodában. A felvételek korábban készültek, több másikhoz hasonlóan itt sem tudják most személyesen fogadni az ügyfeleket. Azok közül azonban, akik már korábban lefoglalták nyári utazásukat, sokan elbizonytalanodtak a jelenlegi helyzetben. Az iroda vezetője kérdésünkre elmondta, mindenkinek visszajár a befizetett előleg, ha leszeretné mondani nyaralását. Ők persze most arra törekednek, hogy megtartsák utasaikat, amire többféle lehetőség is van. Az irodák elsősorban a voucheres megoldást preferálják, vagyis a most lemondott foglalások ellenértékét, sőt, néha az összeg 120%-át a járvány utáni időszakban általában jövő év október vagy az év végéig leutazható voucherrel visszatérítik. Itt nem vészel az utasok pénze, rendezve van az előlegük az adott úti célra, csak egy későbbi időpontra. Ez egyelőre csak egy lehetőség számukra, de a világgazdaság szerint a hazairodák szövetsége azt szeretné elérni, hogy jogszabályba foglalva kötelezővé váljék. Lehetőség, hogyha már az utas befizette a 30 vagy 40% előleget, és ha semmiféleképpen nem szeretne utazni, akkor lemondhatja az utazását. Na most általában az általános szerződési feltételeknek a pontjai érvényesek, viszont a túroperátorok bizonyos engedményeket tettek. Zömmel az volt, hogy indulás előtt 60 napig általában 10% bánatpénzzel mondhatták le az utazásukat. Most viszont ezen könnyítettek, tehát nem 2 hónapot adnak, hanem indulás előtt 20. más irodák esetében 30 napig adnak ilyen lehetőséget, hogy igaz, hogy 10%-ot elveszítenek, egyes irodák esetében 8000-10000 forint per fő, de akkor is még van lehetőségük várni. Vegyünk egy példát. Egy szeptemberi utazás esetében érthető, hogy az utasok jelenleg nem tudják, milyen lesz ősszel a helyzet. Ha bíznak benne és tervezik, hogy el tudnak utazni, nagyjából augusztus közepéig ráérnek dönteni. Ha mégsem kelnek útra, 8000 forint per fő vagy 10% bánatpénz befizetésével visszakapják a részvételi díjukat. A közvetítő irodák azonban nincsenek egyszerű helyzetben. Nem olyan ütemben történnek, ugyanis a visszautalások az utazásokat ténylegesen megszervező túroperátoroktól, ahogy azt várnák. Egy utazás közvetítő iroda, amikor egy utas megrendel egy utazást, azonnal megkapja az előlegszámlát és a befizetett részvételi díjnak az előlegét, tehát amit az utas nálunk befizetett, azt mi azonnal kötelesek vagyunk az utazás szervezőnek elutalni. Most erről az összegről beszélünk, és ezt várja vissza az utas. Törvény szerint a túroperátoroknak 14 napon belül vissza kellene, hogy fizessék az utazás közvetítő irodának a befizetett előleget, vagy például, hogyha májusi-júniusi utazásról van szó, akkor a teljes összeget, viszont sajnos nem tudják visszafizetni. A szakember hozzátette, kevés az olyan iroda, ami egyben vissza tudja utalni a pénzt. Olyanok is vannak, amelyek 5%-ra mérséklik a bánat pénzt, viszont a befizetett összeget csak 3 részletben tudják visszatéríteni. Ez annak köszönhető, hogy a pénz jelentős részét az utazás szervezők már maguk is tovább utalták a légitársaságoknak és a szállásadóknak, amelyek szintén súlyos problémákkal küzdenek. A járvány miatt lényegében leállt a turizmus, és egyelőre megjósolhatatlan, mikor indulhatnak újra az utazások. Mindez azért érinti érzékenyen az irodákat, mert idén jól indult a First Minute foglalási szezon, kedvezőek voltak az árak és a kereslet is. A legkedveltebb úti célok tekintetében egyébként ebben az irodában nem történt jelentős változás tavalyhoz képest. A legnépszerűbbek a debreceni indulású utak a Török Rivérára, a Görög-szigetekre, Egyiptom és Tunézia is fellendülőben van, visszaesést csak Spanyolország esetében tapasztaltak.